Pécsett vagyunk a Hengermalom utca és a Mohácsi út találkozásánál. Ezek azok a belső udvarral rendelkező lakóházak, ahol kedden egy szóváltás végén vállon szúrt férfihoz kellett mentőt és rendőrt hívni a helyieknek. A rendőrség ügyeletére arról érkezett bejelentés, hogy Pécsett a Mohácsi úton egy férfit megszúrtak. A kollégáim a beszerzett adatok alapján megállapították, hogy egy 19 éves helyi férfi előzetes szóváltást követően annál elévő késsel vállon szúrta a vita partnerét. A sértett az eset során 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. Őt információink szerint a mentők stabil állapotban szállították kórházba. A kollégáim a feltételezett elkövetőt beazonosították, elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene súlyos testi sértés miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A helyszín közelében megtudtuk, hogy az eset nem egyedi a szóban forgó házaknál. Egy szomszéd kizárólag kikapcsolt kamera mellett mondta el stábunknak, hogy a környéken többen voltak már börtönben. Van, aki hasonlóan súlyos testi sértés miatt.